köszöntöm nézőinket, önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Őrizetlenül áll a szexuális úszoda, egyelőre nincs pénz a szolgáltatás megrendelésére. Járdafelújítás Pakson, újabb szakaszt állítanak helyre az Atomvárosban. Testületi ülés, a művelődési ház és a díszkivilágítás sorsáról is döntöttek Bátaszéken. Fontos az anyatej, a legideálisabb táplálék csecsemők számára. Őrizetlenül áll közel egy hónapja az épülő szexádi úszoda, mert egyelőre nincs pénz a szolgáltatás megrendelésére. Ez a megyejogú város csütörtöki közgyűlésén derült ki. A feladatot a helyi sportközpontnak kéne megoldania, ők viszont nem tudnak erre forrást biztosítani. A problémát most sem sikerült megnyugtatóan orvosolni. Augusztus elején volt áll őrizetlenül az épülő szexádi úszoda. Akkor kezdődött el az a folyamat, aminek keretében az építkezés majd átveszi a várostól az állam. Azóta a terület biztosítását a helyi sportközpontnak kellett volna megoldania, erre viszont nekik nincs pénzünk. Ezt az igazgató mondta a csütörtöki közgyűlésen. Hogyha olyan döntés születik, hogy nincs forrás, akkor szeretném, hogyha a mostani javaslatba bekerülne, hogy a társaság nem tud felelősséget vállalni 2022. szeptember 1-től az úszodába hagyott értékekért. Az őrzés díja az idei év végéig több millió forint lenne. A megemelkedett energiaárak miatt viszont az amúgy is nehéz helyzetben levő sportközpont ezt nem tudja kifizetni. Zaják Rita, a polgármesteri tanácsnok azt mondja, az őrzés megszervezéséről akkor kellett volna gondoskodni, amikor a város felmondta a korábbi kivitelezővel a szerződést. Az úszoda szerződés felmondásakor az ülésen kértem, hogy a kivitelezőtől legalább annyit kérjen az önkormányzat, hogy a további őrzésvédés költségét azt fizesse ki. Ugye ez nem történt meg, a testület ezt nem kérte, így ő nem fizette ki. Az őrzésvédés összege, annak költsége a sportközpontra hárult, ami nyilván az ő költségvetésükben nem volt egy betervezett tétel. Hiába jelezte a sportközpont vezetője, hogy nincs pénzük az úszoda őrzésére, döntés mégsem született az ügyben most. Azt a döntés hozta, hogy majd vizsgálja meg az oksi, meg tartalékot keressünk, meg stb. Tehát érdemi döntés nem született most. A jegyző szerint a megoldatlan helyzet akár veszélyes is lehet az építkezés jövője szempontjából. És most nincs az úszodának őrzésvédelmet ellátó vagyonvédelmi szolgálata, úgyhogy most tudomásom szerint ott áll üresen az épület, úgyhogy ez nagyon felületlen döntés. Hogy mi lesz tehát az úszoda sorsa, az legkorábban az októberi közgyűlésen derülhet ki. Azt a tervek szerint 20-án tartják majd. Varga Mihály pénzügyminiszter még két hónapja, július végén jelentette be, a kormány döntött arról, hogy a társasági mellett az iparűzési adó befizetését is lehetővé teszik külföldi devizákban. Az ezt szabályozó rendelet viszont nem jelent meg közvetlenül a miniszter bejelentése után. Ezt a helyzetet orvosolta most a Magyar Közlöny, amelynek szövegében azt írják, a jövő év január 1-től esedékessé váló iparűzési adóelőleget és adót euróban vagy amerikai dollárban is be lehet fizetni. Megújul a járda Pakson az építők útján hamarosan. Az ezzel kapcsolatos kivitelezői szerződést már alá is írta a település polgármestere. Feltöredezett már a burkolat az építők útjai járdán, de nem sokáig marad így, hamarosan megkezdődik a terület felújítása. A városvezető kiemelte, a fejlesztésre szükség van, mivel nagy forgalmat bonyolít le az utca, és régóta nem történt már felújítás ezen a szakaszon. Balesetveszélyes, történt már ott olyan baleset is, hogy elesett egy idősebb néni, bácsi, tehát mindenféleképpen sort kellett keríteni arra, hogy ezt a járdaszakaszt felújítsuk. A projekt részeként a keleti oldalon összesen 470 méter hosszban történik meg a felújítás, ezen belül 93 méter hosszban, 2 méter szélességben, 377 méter hosszban pedig 2 méter 25 cm szélességben kap térkő burkolatot a terület. A kiemelt szegélykő ki lesz cserélve, a járda burkolat fel lesz bontva, oda térkő burkolatot fogunk építeni, és a belső oldalon is végig egy szegélykő fog épülni. Ennek fog neki csatlakozni mindenkinek a kapubejárója és a járda csatlakozása. A beruházás megközelítőleg 57 millió forintból valósul meg, részben belügyminisztériumi támogatásból, részben az önkormányzat saját forrásából.
Október 1-én kezdődik a népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező. A kérdőíveket október 16-áig interneten lehet kitölteni, majd számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online kérdőív, közölte a KSH elnöke Budapesten. Vukovics Gabriella azt mondta, a 10 évenkénti népszámlálás pillanatképet ad az országról, bemutatja, milyenek a magyarok, például, hogy milyen viszonyok között élnek, milyenek a munkaerőpiaci helyzetük, milyen a munkaerőpiaci helyzetük, az egészségi állapotuk, a vallási hovatartozásuk. Bátaszéken is küzdenek az energiaárak emelkedése miatt kialakult helyzettel. A képviselőtestület most leginkább ezzel kapcsolatos témákat tárgyalt. Bátaszéket is érintik az energiaválság okozta problémák, melyekre a legutóbbi testületi ülés alkalmával próbáltak megoldásokat találni a képviselők. Az egyik lehetséges opció a helyi közintézmények nyitvatartási idejének módosítása volt. Az idei költségvetési rendelet áttekintése után kiderült, hogy a bevételi oldalon 50% felett, míg a kiadási oldalon 42%-on teljesített a város. Ennek köszönhetően megszületett a döntés a művelődési házzal kapcsolatban. Tárgyaltuk többek között a Marketing Kft. Működésével kapcsolatos előterjesztést, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy maga a Petőfi Sándor művelődési ház az év hátralévő részében változatlan nyitvatartással fog működni, továbbiakban is fogadjuk a civil szervezeteket és biztosítjuk számára ezt a közművelődési teret, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy az energiatöblet költséget, illetve két évvégi rendezvény megtartásához szükséges költséget, ez az adventi forgatag és az idősek karácsonya, biztosítja majd 2022-ben. Egyelőre a város díszkivilágítását sem érintik változások, mind a katolikus templom, mind a Szent Háromság szobor ünnepi színekben díszeleg majd az adventi időszakban. Itt szeretnék eloszlatni egy korábban tévesen megjelent információt. Nevezetesen a képviselőtestület arról döntött, hogy a karácsonyi díszvilágítás sajnos idén nem kerül felszerelésre, de a mindenki karácsonyfája, ami a város központjába szokott állni, ez természetesen továbbiakban is, illetve 2022-ben is felállításra kerül, annak érdekében, hogy a karácsonyt így módon azért városi szinten is jelképesen meg tudjuk majd ünnepelni. A tanúszoda nyitvatartásában sem történt módosítás, eredeti formájának megfelelően hétköznap 8 órától 17 óráig, szombaton pedig 8 órától délig áll rendelkezésre mindenki számára. Enyhén csökkent múlt héten a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt írták, a 37. héten tapasztalt stagnálás után, a 38. héten az országos átlagot tekintve enyhén mérséklődött a vírus örökítő anyagának koncentrációja. A vizsgált városok többségét stagnáló tendencia jellemzi, emelkedés sehol sem figyelhető meg. Az anyateljes táplálás világnapját tartották meg Bonyhádon a Solymár Imre városi könyvtárban. A rendezvényen köszöntötték azokat az anyukákat, akik 6 hónapos korukig szoptatták a kisbabájukat, illetve az anyatej fontosságára hívták fel a figyelmet. Azokat az anyukákat köszöntötték Bonyhádon, akik anyatejjel tudták etetni kisbabájukat. A városban minden év szeptemberében ünneplik meg az anyateljes táplálás világnapját a helyi könyvtárban. Az anyatej a legjobb összetételű étel a csecsemők számára. Nem csak testi, hanem lelki táplálék is. Ezt hangsúlyoztuk itt az anyukáknak. Nagyon fontos és sikerez a család és a gyermek számára is, ugyanúgy, ahogy az anya számára is, hogyha szoptatni tudja a csecsemőjét. Egy éves korig mindenképp érdemes anyatejjel etetni a kicsiket, ugyanis annak összetétele mindig alkalmazkodik a baba igényeihez. Bár a bébinek a legjobb választás, előfordul, hogy az édesanyáknak nem megy olyan egyszerűen a szoptatás, mondja a védőnő. Nagyon nehéz, főleg a kezdeti időszak. Ugye a szoptatás az elején nem az az idilli kép, amit a fényképeken vagy a műalkotásokon látunk, hanem egy nagyon nehéz folyamat. Az első 6 hétben ugye a tejbelövelés is kellemetlen az anya számára, sőt fájdalmas. Ugyanígy a szoptatásnál
a mellbimbó felázhat, tehát ez mindenképpen egy nagyon nehéz időszak. A szoptatásnak számtalan előnye van, csökkenti az újszülöttkori sárgaság esélyét, a benne található ellenanyagoknak köszönhetően erősödik a csecsemő immunrendszere, illetve védelmet nyújt az allergiás megbetegedések kialakulása ellen. A katasztrófa védelemhez évről évre egyre több segélyhívás fut be szénmonoxid miatt, ami azt mutatja, hogy egyre többen használnak a mérges gáz érzékelésére szolgáló eszközt. Sajnos azonban még mindig nem az összes olyan háztartásban, ahol indokolt lenne. A szénmonoxid megjelenésének hátterében legtöbbször a helytelenül használt tüzelőberendezés, kémény kályha, kandalló gázsütő, gázkazán vagy gázvízmelegítő áll. Emellett a baj forrása a szabálytalan kivitelezés is. A kormány július végén az egyetemekkel és a hallgatói érdekképviselettel folytatott konzultáció után elvi döntést hozott a felsőoktatási felvételi rendszer megújításáról. Az eddigi felvételi előnyeit megtartva egy rugalmasabb rendszer jön létre, amelyben továbbra is 6 helyre lehet jelentkezni egy központi felületen, fejtette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Hozzátették, a szakképzésből való egyetemi bejutás a több pontszámítási mód közül a legjobb érvényesítése, az oklevél alapján történő pontszámítás a jövőben is megmaradnak, hiszen ezek a követelmények a fiatalok számára kedvezőek voltak. Az új felvételi rendszer 2 év múlva vezetik be, így a változásokra való felkészülésre elégséges időt biztosítanak. A Sötétvölgyi gyermektáborban rendezték meg az országos haditorna verseny Tolna megyei döntőjét, ahonnan a legjobb csapat kvalifikálta magát az országos megmérettetésre. A versenyzőkre gránátdobás, váltófutás és célba lövés is várt. Szekszárd adott otthont az országos haditorna verseny Tolna megyei döntőjének, melyen 4 iskola 9 csapata mérte össze tudását. A győztesek 2023 tavaszán mérkőzhetnek meg az ország legjobbjai ellen. A versenykiírást előre megkapták a résztvevő csapatok, így bőven volt idejük felkészülni a feladatokra. Az akadálypálya viszont minden évben eltérő szokott lenni, a helyi adottságoktól függően alakítják ki a szervezők. Ebben van lövészet, van kézigránátdobás, egészségügyi ismeretek, van egy honvédelmi totó, akadálypálya, van egy távbeslés figyelés, valamint van egy fegyveres váltófutás. Van egy mátrix feladat, ahol a tájékozódási képességükről győződhetünk meg, illetve azt mérik fel a kollégáim. A nyírkos és felázott erdei környezet kihívás elé állította a versenyzőket. A váltófutás során történő irányváltást pedig nagyban nehezítette a csúszós talaj. Én már itt harmadjára vagyok. Voltunk tavaly előtt az országoson is. Igazából nagyon szeretem ezt a versenyt, kihívásokkal teli, legjobban talán lövészetet és az akadálypályát szeretem, de az összeset igazából nagyon. Az első 3 helyezett szokásos díjazásán kívül a Tolna megyei Védelmi Bizottság felajánlásából a legkatonásabb csapat is elismerésben részesült, valamint a legjobban lövő csapat számára a Magyar Tartalékosok Szövetségének Tolna megyei szervezete egy vándorserleget ajánlott fel. Regionális híreink következnek. Zöldítés botrányos megoldással nem kellenek kaspók, de több társaság sem a képviselő szerint. Magára hagyta a csecsemőjét, csak a szerencsének köszönhetően nem történt tragédia. Hagyományok éltetői a régi korok szireti felvonulását elevenítették fel. Botrányt okozott a Baranyai megyeszékhelyen a Mecsekoldal egyik utcájának különös fásítása. A környezetben nem illő óriás kaspókat helyeztek ki a közterületre, hogy pótolják a kivágott fákat. A megjelent állítások szerint nem ültethettek itt fákat a földben futó vezetékek miatt. Azonban ennek ellentmond, hogy évtizedekig ilyen növények álltak itt a kaspók helyén. Ezek azok az óriás kaspók, amik kikerültek a pécsi magaslati úton a járta mellé. A kivágott fákat akarták így pótolni, azonban sokan ízléstelennek, nem odavalónak tartják őket. Erről szólnak a posztok a legnagyobb közösségi oldalon. A belváros képviselője szerint ennél nagyobb baj is van a Mecsek oldalon. A Mecsek oldal zöldítése az nem ott kezdődik, hogy 8-10 ilyen kaspó belültetnek néhány olyan fát, ami majd 20 év múlva esetleg valami
biológiai aktivitás értékkel is bír, ráadásul stílustalanul. Hanem ott kezdődne a zöldítés, hogy nem adnak ki újabb és újabb engedélyeket a mecsek oldal beépítésére. Itt mögöttünk is látható, az elmúlt egy évben növekedett ki ez az épület is, de van több. Ami viszont nagyon jelentős területet von el a zöld feletből, hiszen ott egyébként fák, bokrok, cserjék voltak, mint ahogy itt ezen a területen is. Úgyhogy ha valamire ezzel az üggyel fel lehet hívni a figyelmet, akkor erre mindenképpen, hogy zöldíteni úgy lehet itt a Magaslati úton, vagy akár a Surányi úton, hogyha nem építik be újabb és újabb társasházakkal a területet. Ez az épület került ide az elmúlt hónapokban, amihez fákat kellett kivágni, mondja a politikus. Kővári János azt mondja, a kaspók pedig olyan helyre kerültek, ahol korábban több évtizedet megélő fák voltak. Ezért érthetetlen, miért így pótolják azokat. A szüreti felvonulások és a jószágok Szent Mihály napi behajtásának hagyományát elevenítették fel Szennán. A résztvevőket a többi között finom falatok, térségi borok és színpadi előadások is várták. Kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők a gyermekeknek a hétvégén a Szennai Skanzenben. Csináltunk ilyen hernyót, csináltunk papírrepülőt, meg nagyon sok mindent origamiztunk, meg ilyenek. A Szent Mihály napi ünnepség egyik fő látványossága a szüreti felvonulás volt. A falusi hagyományőrzők mindent úgy csináltak, mint őseik annak idején, a jószágok Szent Mihály napi behajtásakor. Ez a jeles nap ugyanis a mezőgazdasági év végéhez kapcsolódik. Ez régen is nagyon fontos esemény volt a falusi embereknek, hiszen ilyenkor hajtották be az állatokat a legelőről, ilyenkor már a szüretek megvoltak, gyakorlatilag a gazdasági év végét jelenti ez az ünnep, és akkor ilyenkor egy kicsit elengedték magukat, és mi szeretnénk ezt a hagyományt feleleveníteni, úgy, mint ahogy a régen volt. A szüretet pedig majdhogy nem Szennában is befejezték. Tóth Lászlóék például egy nappal korábban még puttonyokba gyűjtötték a szőlőfürtöket. Tegnap szedtük le a merló szőlőt, nem volt magas a cukorfoka, 17,5 volt, viszont minőségben, tehát beltartalomban úgy néz ki, hogy jó lesz. A Skanzenbe több százan látogattak el a hétvégi mulatságra. A fesztivál hangulatot helyi termelők, a Szennai Általános Iskola diákjai és a színpadi fellépők tették teljessé. A Somogy megyei főügyészség a napokban vádat emelt azzal a 30-as éveiben járó nővel szemben, aki nem kíván terhességéből született csecsemőjét tavaly elláthatatlanul kitette egy fonyódi buszmegállóban. A hideg őszi időben csak a puszta véletlennek köszönhető, hogy egy kutyát sétáltató pár megtalálta az újszülöttet és hívták a mentőket. A babának végül nem esett baja. A vádlott 2021. októberében párja házában tartózkodott egyedül, amikor megindult a szülés, melynek során egy egészséges kislánynak adott életet. A nő ezután megmosdatta, majd két textíliába takarta a csecsemőt, ezután autóval Fonyódra indult, ahol egy félreeső helyen lévő buszmegállóban a délutáni órákban kitette az újszülött sértettet. A külső hőmérséklet ekkor 8,3 fok volt, illetőleg a vasárnap délutáni időpontra tekintettel a buszmegálló környékén sem tartózkodott senki, ezért a vádlott alappal számolhatott azzal, hogy a kiskorú sértett halála a kihűlés vagy az ellátatlanság miatt rövid időn belül bekövetkezik. Zene, tánc és finom falatok várták a vendégeket Bírjánban. A baranyai településen ugyanis horvát nemzetiségi napot tartottak. A helyi tánccsoport mutatta be műsorát, a közönséget pedig kakaspörköltel várták a szervezők. Horvát zenétől volt hangos a Bírjáni Művelődési Ház. A baranyai településen ugyanis nemzetiségi napot tartottak. A színpadon hagyományos táncokat láthatott a közönség, az előadók pedig népi viseletbe öltöztek az alkalomra. A helyi tánccsoport is bemutatta műsorát. A tagok számára fontos a hagyományok ilyen módon történő ápolása. A következő generációnak is megmaradjon valami belőlünk, a tánc, a zene és mindenféle, ami a horvátsághoz kötődik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy átadjuk ezt a következő generációnak. Ezzel tovább visszük ezt a hagyományt, ezeket a táncokat inkább a utókornak, hogy ezzel megőrizzük, fiatalokat is ugye megtanítjuk, ők szintén tovább viszik. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen én itt, amikor csatlakoztam, akkor sikerült megismernem itt a táncokat,
a lépéseket, és az én nagyobbik fiam is már táncolt, és ez az ember büszkeséggel tölt el tényleg, hogy látja azt, hogy, hogy a hagyományaink azok megmaradnak, és tovább tudjuk adni majd a jövőnek. A kulturális programra sokan voltak kíváncsiak, megtelte a művelődési ház. A zenés táncos produkciók mellett pedig finomsággal is készültek a szervezők, kakaspörköltre várták a vendégeket. Végül mutatjuk Tolna megye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Őrizetlenül áll a szexádi uszoda, egyelőre nincs pénz a szolgáltatás megrendelésére. Járdafelújítás Pakson, újabb szakaszt állítanak helyre az Atomvárosban. Testületi ülés, a művelődési ház és a díszkivilágítás sorsáról is döntöttek Bártaszéken. Fontos az anyatej, a legideálisabb táplálék csecsemők számára. Pénteken alapvetően erősen felhős, borongós időre lehet számítani, de átmeneti időszakokra a nap is előbukkanhat. A felhőzetből szorványosan, de ismétlődően előfordulnak kisebb esők, záporesők. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!